Sziasztok! Láttátok-e azt a videómat, amiben ezt a szép formájú asztal kis lámpácskát színes gombok segítségével egyedivé alakítom? Ha nem, akkor kattintsatok ide és nézzétek meg, utána pedig gyertek vissza és megmutatom ugyanennek a lámpának egy másik verzióját, a mostani verzióhoz faágakat fogok használni. Szükséged lesz egy asztali lámpára, a szögletes lámpabúrával egyszerűbb dolgozni. Ezen kívül faágakat készíts elő, különböző hosszúságúakat is használhatsz, mert majd egységesre vágjuk, illetve ragasztópisztolyt. Kezdjük is azzal, hogy a faágakat egyforma méretűre vágjuk. Először próbálkoztam ollóval, majd fogóval, de egyik sem vált be, csak a fűrész működött nekem. Megmértem a lámpabúra magasságát, és egy picivel hosszabbra hagytam a faágakat. Fűrészelés után már is jöhetett a ragaszgatás. Egy körülbelül 3-4 cm hosszúságú csíkot nyomtam a lámpabúra aljára és tetejére, és ebbe helyeztem bele a faágakat. Így haladtam szépen körbe. Szereted a faágakat, de inkább fehér színben látnád ugyanezen a lámpabúrán őket, akkor mielőtt fölragasztod, akár fehér akrilfestékkel le is fújhatod őket. Ebben az esetben száradás után ugyanúgy folytasd, ahogy én csináltam. Mikor körbeértem, még hagytam, hogy egy kicsit kihűljön a ragasztó és teljesen megszáradjon, és tadám, kész is voltam! Na, melyik tetszik jobban? Szavazzatok! Írjátok meg nekem ide a videó alá kommentben, hogy a faágas vagy a gombos verzió a ti kedvencetek. Ha szeretnétek, hogy egy harmadik féle verziót is elkészítsek ugyanennek az asztali lámpának, akkor nyomjatok egy lájkot a videóra, és ha 500 lájkot eléri, akkor lesz egy harmadik rész. Sziasztok! Továbbra is szép kreatív napot!